Szép estét kívánok, elérkezett Gyöngyös Ma című műsorunk. Újra szabad az ukrán méz útja Magyarországra. A hétfői Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás óriási felháborodást váltott ki a Facebook méhész csoportjaiban. Hogy mennyire nehéz most a méhészek helyzete, arról Molnár Tamással beszélgetek. Szia, jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogyan látod így az elmúlt időszakban, valóban milyen a ti helyzetetek? Hát ez minket is meglepett, hogy a stopból, a ukrán stopból kiemelték a mézfogyasztás. Hát elsősorban ugye ez, én ahogy én is olvastam, ez egy nagyon nagy félrevezetés volt ott a miniszterág, vagy a OME képviselete keretében, mert ugye, hogy azt mondták, vagyis úgy került, hogy a akácméz ugye nem kerülhet úgy eladásra, hogy nincs mellette vegyes méz. És akkor erre azt mondták, hogy nincs Magyarországon vegyes méz, és ezért engedélyezték az ukrán mézet. Csak egy a baj, hogy a méhészeket nem kereste meg ez ügybe senki sem. Ugye óriási felháborodást váltott ez ki, és hát valószínű nyilván ez a kormányhoz is el fog jutni. Egyébként mit lehet elmondani az ágazatról? Mennyire lehet most ebben dolgozni? Az előállítási költségek fedezik-e azt? Vagyis az eladási költségek, az előállítási költségeket? Hát most jelen pillanatban ez az ágazat, ez a cső célén áll. Két éve Magyarországon nincs mézfelvásárlás is stop van. Most a méhészek is ugye nem nagyon szeretnék eladni költségen alul a mézüket. De jelen pillanatban még a költség aluli árusítás se vennék meg a kereskedők. Hogy hiába próbálják a méhészek árusítani, ugye hogy legalább nullára kijönnének és kezdenék az új évet, sajnos ez sem megy, mert senki nem vásárolja jelen pillanatban két éve a mézeket föl, és most kerül ugye a harmadik évünk, és sok méhész nem tudja elindítani sajnos a szezon, mert a tavasz az elég költséges a méhész szempontjából. Mi ennek az indoka egyébként? A mézfelvásárlás? Igen. Hát már Ukrániából ugye előtte ugye jött korlátlanul befele a méz, úgy mondom, hogy nem legálisan, és akkor ugye, hát most jelen pillanatban ugye feltornyosult a ukrán méz, és azért utána leállították a behozatalát. Na de most ez elfogyott a nagy mézüzemek kiszerelésével, és most így kérvényezték, hogy jussanak hozzá legálisan ukrán mézekhez. Én olvastam, hogy egyébként a méhészek közül nagyon sokan azt írták az ilyen különböző Facebook csoportokban, hogy rengeteg üveggel van náluk, és nem hajlandók valóban eladni, ahogy te is mondtad, ilyen alacsony összegért. Nektek esetleg van tartalék, vagy ti azért el tudjátok adni? Én szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert elég hosszú távon kialakítottam egy vevői piacot, úgyhogy én a mézemet a őstermelő piacon én teljes mértékben ki tudom árusítani. Hogyan látod, változott-e a vásárlók tudatossága, mennyien fogyasztanak hazai mézet? Igen, egyre jobb a vásárlóknak a tudatos rálátása, egyre jobban keresik a helyi őstermelőket, úgy mézbe, úgy gyümölcsbe, szezonálisan keresik ugye a almát, a szőlőt, aki kimondottan őstermelő. Igen, a vásárlók rá jönnek, hogy sokkal ízletesebb, ízlamatosabb a magyar termék. Egyébként mit mondanám, miért érdemes mézet fogyasztani annak, aki mondjuk eddig háttérbe szorította és inkább cukrot vásárolt? Hát tudni kell a mézről, hogy eleve nem hízlal, elsősorban ugye. Nagyon jó savas hatása van, ami fertőtlenít, baktériumölő hatása van, nem roncsolja a fogakat elsősorban, és a szervezetben nem rakódik le káros alkanyagtartalom, mint a cukorban. A szervezet, a mézet a 100%-osan elégeti energiában. Hát akkor ez mind csupa jó hír egyébként. Hát csak egyértelműen jó hír, igen. Beszéljünk egy kicsit a méhekről, azt lehetett olvasni, hogy csökken az állomány. Hát ez elsősorban ugye előtte beszéltünk, ez a mézfelvásárlás, hát egyre többen ugye kis méhészek abba hagyják ezt a méhészetet, mert sajnos nem tudnak évről évre a tartalékukból még több pénzt beletolni a méhészetbe. És innentől kezdve az a félő, hogy mi egészségügyi szempontból majd igen, elég káros lesz majd ez a hatás. Szerinted mire lenne szükség ahhoz, hogy egy kicsit csábítóbb legyen mondjuk a fiatalok számára is ez a szakma?
Hát most elsősorban, hogy meginduljon a mézfelvásárlás, amik itt vannak kint a magyar méhészeknél, és akkor onnantól indul megint egy lassú folyamat, mire ahogy észhez tér kicsit az ágazat, és akkor úgy talán a fiatalok megint belekezdenének ebbe a szakmában. Pozitívan tekintesz előre egyébként? Én mindenféleképpen igen, hogy remélem megoldódik ez a helyzet. Nem volt még olyan, amikor te is azon gondolkodtál, hogy lehet, hogy ezt abba kell hagyni? Mert azért mondtad, hogy felépítettél egy tudatos vásárlói kört, tehát te a szerencsések közé mondható vagy. Igen, volt, igen. Ez nem is olyan régen, ez olyan 4-5 éve volt, mikor elszabadultak itt a nagybani felvásárlási árok. Ez nekem nem jó jött ki, ugye, mert nagyon felment a hordós tétel, és én a piacon nem bírtam annyit emelni, ugye, mint amennyiért. Szinte már olyan áram volt, hogy én voltam nullán, mert nagyba eladtam volna, akkor jobban jártam volna, mert kevesebb energia, de viszont így rengeteg vásárlót veszítettem volna, és ez sajnos negatív hatással lett volna én részemről. Úgyhogy kivártam az időt, hogy hát majd ez elmozdul ez az ár, és ez most elindult sajnos, ez meg rossz irányba lefele. Hát bízunk benne, hogy jobb lesz a helyzetetek. Még egy kérdést engedj meg, hogy egyébként magánszemélyek, akik nem ezzel foglalkoznak, a méheket egyébként tudják-e valahogy védeni, hogy ne csökkenjen a létszámuk? Hát ők nem nagyon tudják. Mert ne bántsuk őket. Igen, így van, hagyjuk őket, ha közelükbe vagyunk, akkor ne piszkáljunk, ne csapdossunk, és akkor ültessünk mélegelőt, virágokat, és akkor így bírom őket buzdítani, de sokan idegenkednek, félnek tőlük, ugye, valaki eléggé agresszívan, mert ugye allergiások, ők jobban félnek, de reméljük, hogy megoldódik ez a helyzet, és akkor elindul megint ez a ágazat egy kicsit fölfelé. Mi is ebbe bízunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és további szépen. Nagyon jó munkát kívánunk köszönöm neked. Köszönöm szépen. Önök pedig ne menjenek sehova, a műsort azonnal folytatjuk egy lezárt mátrai túraútvonallal.